Vacsmanni, az Efézusi gyülekezet, jelenések 2:1-7. Az Efézusi gyülekezet az egyháznak az apostolok utáni első korszakára vonatkozó profécia. Krisztus után 96-ig tartott ez az apostoli korszak. 96 után az apostolok korszakának nyilvánvalóan vége volt, és sok rossz dolog kezdett belopakodni a gyülekezetbe. Mivel ez prófétai könyv, a benne levő nevek is prófétai jellegűek. Az Efezus görögül kívánatosat jelent, kívánatost. Az apostoli kor után következő gyülekezet azért még mindig kívánatos volt. Azt mondja az Úr: tudom a te cselekedeteidet, fáradozásodat és álhatatosságodat. A te névmás azt mutatja, hogy jelenések 2 és 3 fejezete egyes számot használ. A 7 gyülekezet közül 5 részesült dorgálásba, 1 nem kap semmi dicséretet, semmi dorgálást, és csak 1 kap dicséretet, úgyhogy dorgálást nem kap. Dorgálás nélkül. Efezus a megdorgáltak között van. De az Úr itt a gyülekezet küldöttjének először a szellemi valóságról beszél. Vannak, akik azt gondolják, hogy az Úr azért mond valami jót a dorgálás előtt, hogy aztán a dorgálás ne keserítse el őket túlságosan. Tehát az Úr diplomatikusan fogalmaz. Ez azonban nem az Úr módszere. Itt kimutatja a gyülekezetben lévő szellemi valóságot. Van valami, amit szellemi valóságnak nevezhetünk, ami létezik függetlenül a külső megjelenési formától. Izrael népe külsőleg megvetésre méltó volt, de Bálámon keresztül mégis azt mondja Isten, hogy nem vett észre hamisságot Jákobban a 4 Mózes 23-21-ben. No nem azért, mintha nem figyelne eléggé. Inkább nagyon jól odafigyel. Mégse lát semmi rosszat. Nem azért, mintha Isten szeme jobb lenne, mint a miénk, hanem azért, mert Isten a szellemi valóságot látja. Nem nehéz meglátnunk, hogy az egyház ma a sivárság képét mutatja. Olykor egy-egy testvérünkről is úgy gondoljuk, hogy sivár az élete. Na de ha az Úr megnyitja Isten gyermekeinek a szemét, akkor meglátják, hogy a sok gyengeség és kudarc merő hazugság. Ha a szellemi valóság az igaz, akkor minden egyéb hazugság. Vegyünk például egy kis gyereket, aki kiszalad az utcára, és fülig sárosan jön vissza. Bemocskolva jön vissza a házba, mégis azt mondom róla, hogy tiszta és szép. Igaz, hogy a teste sárral be van mocskolva, de a szenny nem belőle nőtt ki. Ha megmosdatom, újra tiszta lesz. Isten minden gyermeke tudja meg, hogy még mielőtt megmosatik, már jó. A szenny hazugság, a jó valóság. A mai gyülekezet nem látszik olyan dicsőségesnek, ahogy Isten mondja, mégis a mai gyülekezet is dicsőséges, ha rendelkezünk szellemi látással. Megláthatjuk, hogy a gyülekezet így megmosatlan állapotában is jó, ezért is szüntelen hálát adhatunk Istennek a gyülekezetért. A gyülekezet ma is dicsőséges,
Nincs rajta szeplő vagy ránc, vagy ehhez hasonló. A szeplőtlenség azt jelenti, hogy bűntelen, és hogy nincs rajta ránc, és azt, hogy nem előregedett, hanem friss és üde az Úr előtt. Isten azt mondja, az efezusi gyülekezet jó, a szellemi valóság az, ami jó. És próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. Az Úr az apostolok próbára tételéről szól, ami azt bizonyítja, hogy az apostoli korszak után vannak apostolok a gyülekezetben. Mert ha csak a 12 lenne apostol, akkor csak azt kellene kérdezniük, hogy az említett apostol János vagy nem ő. Ha pedig nem János, akkor nem is lenne apostol, mert a többi 11 már meghalt, és egyedül János maradt. Az apostolok próbára tételének szükségessége bizonyítja, hogy a 12 apostol után még volt több apostol. De azért van panaszom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Az első görögül proten, amely nem csak időrendben való elsőséget, hanem természete szerint valót is jelent. Lukás 15-ben az atya a legszebb ruhát adja tékozló fiára. A legszebb itt szintén a proten szóval van kifejezve. Különben eljövök hozzád, és a gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. A Jelenések 2. második és harmadik fejezetének gyülekezetei nem csak profétai, jelképes gyülekezetek, hanem Ázsia 7 városában valóságosan létező 7 gyülekezet. Figyelemre méltó tény ez, mert a történelem tanúsága szerint több mint 1000 éve nincs többé gyülekezet Efezusban. Eltűnt az a gyertyatartó, de eltűnt a gyülekezetnek minden nyoma ott. Korintusban, Rómában és más helyeken vannak gyülekezetek, de Efezusban nincs. Mivel nem tért meg, gyertyatartóját elmozdította az Úr. De az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. A nikolaitákat nem találjuk az egyház történelemben, de mert a Jelenések profétai könyv, a szó jelentését kell kutatnunk. A nikolaita szó görögben két szóból van összetéve. Nikájó azt jelenti meghódít. Mások fölé emelkedik. Laos pedig népet, vagyis laikusokat jelent. Nikolaita, tehát azt jelenti, hogy uralkodni a népen, vagy a laikusok fölé emelni magát. A szó az emberek olyan csoportjára vonatkozik, akik magukat a közösséges hívők fölé emelték. Itt hozzáteszem én, mint felolvasó, hogy a FO Bibliában ott például meg azt írják, hogy a nikolaiták egy Nikolaus nevű emberről nevezték el őket, ázsi vallásos csoport, ami hamis tanításokat követett. Tehát a Nikolaus, nikolaita, tehát azt jelenti, hogy uralkodni a népen, laikusok fölé emeli magát, szó az emberek olyan csoportjára vonatkozik, akik magukat a közösséges hívők fölé emelték. Az Úr van fenn, a közösséges hívők lenn. A nikolaiták ugyan az Úr alatt vannak, de a közösséges hívők fölött. Az Úr pedig gyűlöli a nikolaiták viselkedését. Az Úr megveti azoknak viselkedését, akik közösséges hívők fölé emelik magukat, mint valami közbenjárók. Ez gyűlöletes az Úr előtt. Akkor tájt ez még csak viselkedés volt, még nem lett belőle tan. Az Új Szövetségben van egy alapvető tanítás, Isten minden gyermeke, Isten papja. A 2 Mózes 19:5-6-ban Isten így szól Izrael népéhez. Most azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nekem valamennyi nép közt az enyém, mert enyém az egész föld,
és lesztek nekem papok birodalma, szent nép. Kezdetben Isten úgy rendelte, hogy az egész nép az ő papja legyen. Nem sokára azután jött azonban az aranybőrű imádása. Mózes összetörte a törvény tábláit, és így szólt. Aki az úré, az vágja le testvérét. Ekkor a leviták az úr oldalára álltak, és azon a napon 3000 embert megöltek Izraelben. Ettől kezdve csak a leviták lehettek papok, a papok birodalma helyett jött a papok törzse. Izrael népének többi része nem lehetett pap többé, és a levitákra kellett bízniuk, hogy a papi szolgálatot végezzék el érettük. A papi rend az Ószövetségben közbejáró rend volt, de ezzel szemben az Újszövetségben Péter így szól. Ti pedig, választott nemzet, királyi papság, szent nemzet vagytok, olyan nép, amelyet Isten a sajátjának tekint. 1 Péter 2.9-ben. Papok vagyunk, az egész gyülekezet az. Így jutunk el az eredeti állapothoz. A Jelenések 1.5.6 szerint mindazok papok, akiket megtisztított a bárány vére. A papok Isten ügyének szolgálatában vannak megbízva, minden hívő meg van bízva Isten ügyének szolgálatával. Nincs szükség közbejárók rendjére a gyülekezetben. Gyülekezetnek egy főpapja van, az Úr Jézus. Mielőtt a nagy változás bekövetkezett a gyülekezetben, az Úr ügye minden hívő ügye volt. Az apostolok után azonban megváltozott a helyzet, lankadni kezdett az érdeklődés az Úr ügye iránt. Mikor a római katolikus egyház kialakulása megkezdődött Pergánum korszakában, kevesen voltak az üdvözülők, de sokan voltak a megkereszteltek. Hitettenek töltötték meg az egyházat. És így megjelent a klérus csoport. Mivel az egyháztagok közül sokan nem voltak szellemi emberek, mit lehetett tenni? Az, hogy megkérjék őket, tegyék félre a számadás könyveket, vegyék elő a Bibliát, prédikáljanak. Az nem látszott célra vezetőnek. Így tehát kiválasztottak egy néhány embert, hogy kiváltképp szellemi dolgokkal foglalkozzanak, míg az egyház többi tagja végezte világi munkáját, így kialakult a klérus, de Isten akarata ellenére. Mert Isten akarata az, hogy mindazok, akik világi munkát végeznek, foglalkozzanak a szellemi dolgokkal is. A római katolikus egyházban kenyér megtörését, kézrátétet, keresztelést, és így tovább mind a lelki atyák végzik, még az esküvő és temetés is a klérus dolga. Protestáns egyházban ott vannak a lelkipásztorok. Ha beteg vagy, orvost hívsz, ha törvényes ügyed van, ügyvédet hívsz, ha szellemi lelki problémáid vannak, lelkipásztorhoz fordulsz. Na de te magad, és te magad, nos, háborítatlanul végezheted a magad világi munkáját. De kérlek, gondolj csak meg, a taoizmusban a taoista papok éneklik a liturgiát a nép helyett. A judaizmusban a papok intézik Isten dolgát az emberek helyett. Az egyházban azonban nincs szükség közbejárók rendjére, mert mi mindnyájan papok vagyunk. Ábel bemutathatott áldozatot, Noé úgy szintén, kezdetben Izrael népének minden tagja áldozhatott, de később az aranyborjú miatt nem mutathattak be több áldozatot. Isten azt mondja, hogy minden hívő közvetlenül járulhat Isten elé, de most közbejárók serege van az egyházban. Ma nikolaiták vannak az egyházban, és a kereszténység judaizmusba süllyedt. Az Úr azokat szereti, akik visszautasítják a közbejárók osztályát, akiket vérrel, vérével megmosott, azokat a szellemi ügyek közvetlen részesévé tette. A gyülekezet csak ezen az alapon állhat. Másképpen judaizmussá lesz. Ezért mi elsősorban nem a szekták ellen harcolunk, hanem azért az igazságért, hogy az egyetlen kiváltságot Jézus vére adja. Ma az egyházaknak három fő csoportjuk van. Van a világegyház, van a római katolikus, és van az államegyház, mint az anglikán és luteránus egyház, de a harmadik a független egyházak, mint például a presbiteriánus egyház. A római katolikus egyházban papi rendszer van,
az anglikánban klerikális, független egyházakban pásztori rendszer. Mindegyikben megtaláljuk a közbejáró rendet, amely szellemi ügyekben illetékes. Isten azonban olyan egyházat akar alapítani, amelyben közvetlenül hirdetheti az evangéliumot, közbejáró rend nélkül. Nem egyház az, amely szerte foszlik, ha teljes evangélium érvényre jut benne. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Az Úr ugyanezt mondja, mint a hét gyülekezetnek, ugyanazt mondja mind a hét gyülekezetnek, megmutatván ezzel, hogy nem csak az efezusi, hanem minden gyülekezetnek oda kell figyelni, hallgatnia kell. És annak, aki győz, enni adok az élet fájáról, mely az Isten paradicsomában van. Isten eredeti szándéka, hogy az ember egyen az élet fájáról. Most azt mondja, hogy közvetlenül hozzájárulhatunk, és az ő eredeti szándéka szerint cselekedhetünk. Nem az a kérdés, hogy mi az életnek a fája. Sokkal inkább az a kérdés, kész vagy engedelmeskedni Isten akaratának, és enni az élet fájáról, amely az Isten kertjében van. Csak a győztesek ehetnek abból. Aki engedelmeskedik Isten eredeti szándékának és parancsának, az a győztes. Amen.